Az eseményt a Nők nehezített pályán programsorozat indítói és a Völgységi Múzeum rendezte Bonyhádon. Filoni Ferenc Ibolya szerint a település számára nagy jelentőségű az esemény. Én örülök annak is, büszkévé tesz, hogy egy méltó körülményt tudtunk teremteni ennek az eseménynek, és tényleg én is abban bízom, minden egyes múzeumi rendezvényen elmondom, nem hagyom ki most sem, hogy bízom benne, hogy minden egyes alkalommal egyre többen és többen leszünk. Balázsi Katalin különféle anyagok, például műszaki vagy biokerámiák, illetve vékony rétegek fejlesztésével foglalkozik. Ezeket ipari alkalmazásokra lehet felhasználni. Egy alapkutatást vagy ipari kutatást végzünk, például a tojáshé az ilyen nagyon közeli lehet a nézők részére, vagy hallgatók részére. A tojáshéjat feldolgozzuk, mivel nagyon sok benne a magnézium stroncium, ez egy tökéletes implantátumanyag, és ugye ez egy kvázi szemét, amit mi feldolgozunk. Ebből égetéssel és különféle technológiákkal egy olyan implantátumot tudunk készíteni, amit fogászok tudnak alkalmazni, vagy akár a titán implantátum, egy vékony bevonatot tudunk készíteni, és akkor nagyon gyorsan csontosodik a beültetés után. Ez mindenkinek jó, főként a páciensnek, aki sokkal korábban tud teljes életet élni. Úgyhogy ilyen kutatásokat is végzünk. A Nők a Tudományban Egyesület olyan kutatónőket ölel a szárnyai alá, akik főként műszaki területen tevékenykednek. Itt Magyarországon még mindig csak 15% a nők aránya, és olyan programokat szeretnénk előkészíteni középiskolásoknak, egyetemista lányoknak, hogy meg tudjuk növelni ezt az arányt Magyarországon. Akár nyílt napok, akár pályaorientációs napok, workshopok, vagy különféle konferenciák alkalmával, mentorprogramokkal segítjük a fiatal lányokat, hogy merjenek fizikusok, kutatók, vagy mérnökök lenni. Balázsi Katalin szerint a nőknek sokkal nehezebb ezeken a pályákon megállni a helyüket. Ugye itt a gyerekvállalás is azért egy domináns része a hölgyeknek az életében, de egy kicsit pozitívan tudjuk őket diszkriminálni, figyelembe venni ezeket a pályákat, és főleg megmutatni, hogy merjék vállalni, mert pont azért, hogy nagyon férfias pálya, nem is sokan mernek erre lépni, mert ugye ez nem a hölgyeknek való. Ha ezeket a sztereotípiákat fel tudjuk bontani, akkor igenis ennek van jövője, mert nagyon nagy szükség van a mérnökökre Magyarországon. Az előadásban a saját életpályámból is szeretnék példát mutatni, mert pont ilyen közegben jártam egyetemre, iskolába, és ilyen közegben is dolgozom, és főként kitérek az egyesületünk olyan céljaira, amivel meg tudjuk növelni ezt a nők arányát, úgyhogy konkrét programokat szeretnék bemutatni az előadásomban. Szakmailag most a Gazdaságfejlesztési Minisztériumnak vezetek két nagy projektet, kerámia fejlesztés, úgyhogy mindenképpen sikerre szeretném vinni a 40 fős csapatommal, és természetesen az egyesületben pedig tovább szeretnénk vinni a programjainkat és bátorítani a lányokat. Úgyhogy ez mindenképp ezek a rövid távú céljaink. Héra Tóth Andrea hallgató karrier útját segíti a Pécsi Tudományegyetemen. Sokféle programunk van, tréningeket is tartunk, ami az önismeretre világítja rá a hallgatókat. Nagyon sokan úgy jönnek be az egyetemre, hogy még nem tudják, hogy miért választottak egy adott szakot. Sőt, már kezdjük a középiskolákban pályaorientációval, hogy lehetőleg olyan szakot válasszanak, ami őnekik jó lesz. És akkor egyéni tanácsadásokat is kínálunk a hallgatóknak, amiben pedig személyre szabott segítséget tudunk nyújtani. Leginkább azt, hogy ők találjanak rá arra, ami őnekik a legmegfelelőbb. Én emlékszem, jó pár évvel ezelőtt végeztem, de én sem annyira tudtam. Nagyon nehéz ezt 18 évesen eldönteni, hiszen még alig ismerjük magunkat. Azt tudjuk, hogy melyik tantárgyakat szeretjük, melyik tanár szimpatikus, vagy miben érezzük jó magunkat. Ezeket próbáljuk segíteni, feltárni. Nem is ismerik igazán azokat a szakmákat, vagy szakterületeket, amiket választanak. És hát vannak olyan szakmák, amik 5 év múlva már nem lesznek, és vannak olyanok, amiről még most nem tudunk, de majd lesznek, úgyhogy nem mindent olyan egyszerű válaszni, most még nagyobb a kínálat. Régen volt orvos, tanár, gyógyszerész, ügyvéd, de most azért ennél sokkal szélesebb a skála. Az önismereti út azt hiszem, hogy életünk végéig tart, mindig tanulunk magunkról újat, és emiatt aztán nagyon sok karrierváltásnak is tanúi vagyunk. Mi segítjük egyébként a végzett hallgatóinkat is abban, hogyha újra terveznének, visszajöhetnek hozzánk. De hát nyilván mindig egy lépéssel előrébb kerülünk abban, hogy valami újat tanulunk magunkról, megtapasztaljuk, hogy miben érezzük jól magunkat, és nem csak külső visszajelzésekre reagálunk, hanem a belső érzéseinket is jobban tudjuk figyelni, hogy mi az, amiben komfortosan vagyunk.
és hát ennek különböző módszertanai vannak. Én például, amit a mai napra hoztam, ez a diszkmodell, ez is egyfajta viselkedés elemzést mutat, hogy mi az, amiben valóban ráláthatunk arra, hogy abban jók vagyunk, jól érezzük magunkat, vagy pedig nehezebben tudjuk azt megcsinálni, amit esetleg ránk bíznak. A programot 5. alkalommal tartották meg, másodszor Bonyhádon.